Sziasztok, itt vagyok a kis házikóban. Készen arra, hogy jó sokat igyak. Mert szomjazom. Valószínűleg a mentés még nem tette el azt, hogy... Potable. Nem portable? Nem mindegy. Ezt így mind megiszom. Másfél littyót. Gyorsan eszem. Megeszem itt az összes kaját, hogy jó sok kalória legyen bennem. És akkor le kéne itt amortizálni picit a nálam lévő nagyon sok dolgot, hogy jobban tudjak haladni. Bár most elég kipihent vagyok, akkor menjünk szépen vadászni! Farkasokra, szarvasokra. És lehet, hogy akkor itt berendezkedem, vagy nem tudom. Fedezzük föl még a környezetet. És töltőképernyő. Hosszabbak lettek a töltőképernyők, ez nem tudom miért van. Ja, kapott egy ilyen kis mini patchet a játék, aztán lehet, hogy egy kicsit átállított valamit. Ennél jó, hogy gyorsabban bementünk. Na, reggel 8:30 van. Készen állok a kalandra. Bár így reggelente a játékban nagyon hűvös van mindig. Úgyhogy erre érdemes odafigyelni. Jó, hát nem fogok nagyon futkorászni, az már biztos. Candy bar. Együnk. Hát inkább bennem legyen a kalória, mint megrohadjon mondjuk. Illetve szét tudok valamit kapni. New sprint. Can opener. Na hát ezt szétkapom. Látjátok, ilyenkor azért gyorsabban telik az idő. Bár a szarvasok viszont nem közlekedtek gyorsabban. Tehát lehet, hogy azért az állatokra nem hat. Viszont én itt állok a mínusz 22 fokba. Egyszer semmi. Mit a... Ez mi? Mi történt? Leszállt a köd? Jó, hát a látómező az jelentősen lecsökkent. Hát milyen időjárási viszontagságok vannak ebbe a kis játékocskába? Megőrülsz. Ja. Sűrű köd lepi be az erdőt. És a ködben... veszélyes lények tanyáznak. Meg muclik és vuclik. Encumbered. Na, ha minden igaz... Ja, most nagyon nehéz. De nehéz az is, hol a táska. Nem csak van nálam valami? Water, Wasser. Jó, hát hogyha azt a vizet sikerülne felforralnom, akkor azért jobban... jobban állnánk, és akkor meginnám, bár... a drága ivóvízzel csinyen kell bánni. Micsoda atmoszférikus zene. Kezd hidegem lenni. Jó, megvan a kedves Maxnek az utolsó nyughelye. Vagy hát a végső nyughelye. Hát a last end. Az ilyen végső kiállás. Hát amikor így Zrinyék kirohantak a szigetvárból, az is ilyen last end volt. Na nézzük. Mi van ennél a szerencsétlennél? Sapi! Haha, ezt felvesszük. Kis sapka. Jeez. Ó, és ráadásul nem is keveset. Ja, a másik sapit akkor meg szétbontom. De akkor volt rajtam már egy sapi, ezek szerint. Pár perc, szépen cérnákat így szétkapom. Jó, viszont itt nagyon hideg van, úgyhogy itt Maxnél picit tábortüzet gyújtok. Jó, 1 óra 30 perc, és firewood 1 óra, jó, azt a cedárfát fogom felhasználni mocskos kis céljaimra. Melegedjek picit. És akkor, ha már itt vagyok, felforralom a maradék vizet. 1 óra alatt a 2 liter az simán megvan. Jó, kajám az nincs, viszont az összes vizecskét ezt felforralom. És
És akkor megnézzük, hogy 2 litert mennyi idő alatt forral fel. Ja, 1 liter az... majdnem 20 perc. Jó, ezt is még itt fél liter vizecskét, hát ilyen kis... mi ez, üdítő. Csinálok még egyet itt külön. Remélem, hogy addig még kitart a tűz. Jó. Pont belefért. Na, azért picit átmelegettem, hál' Istennek. Jó, viszont kezd sötéted. De miért van ilyen sötét? Ó, esik a hó. De mi? Hát már is... de nem, ez még nem éjszaka. Csak... rohadtul sötét van. Felhős az ég, köd, hóvihar, hóesés, minden ami kell. Na ezt csak. Bocsi, hogy olyan sokat kattingatok az inventory-ba, de tehát egy kicsit ilyen körülményes ebből a szempontból a játék. Jó, hát itt nagy sprintelés ez nem lesz. Viszont felmászok itt a dombocskára, és akkor valószínűleg itt lesz valahol a sín. A síneknek a túloldalán pedig ott van a tavacska. Eszméletlen jó a hangulata a játéknak. Ezt nem győzöm hangsúlyozni. És nekem különösképpen tetszik, mert én így mindig is szerettem az ilyen télies, sötét éghajlatot. Vagy hát az éjszakákat. Tehát ezért szeretem, mert sokáig van sötét, és akkor ilyen szebb a városnak a látképe, a fényei a városnak. Ez nekem az úgy jobban tetszik. Nyár meg ugye jó idő, meleg. I'm gonna have to leave something behind. Amely mondja, hogy valamit ki kéne dobni. De mit? Hát itt mindenre szükség van. Minden egyes kis deszkára. Hó. Kezdek nagyon fáradni. Ez nem jó. Valószínűleg azért, mert túl vagyok terhelve. Na nézzük, ennél a jó embernél mit találunk. Jó embernél, hát hajdani jó embernél. Kesztyű, basic gloves. Na jó, ezt eltesszük. Csak 1/4 kiló. Jó, I can use this. Na nézzük. Azt mondja, basic gloves. Ez 88, ez 81%-os, ez 70%-os, jó, szétbontjuk. Cargo pants. Jeans, ez volt rajtunk, ez 80. Ó, ez sokkal jobb, hát akkor a két gatyát azt már bontom is. A kesztyűvel egyetemben. Ajjaj. Jó, jobb lesz akkor. Ajjaj, nem tudom ott a... ó, itt vagyunk a kisiklott vonatnál. Ja, igen. Régi szép emlékek, itt már viszont voltak farkasok. Mindig. A sínek mentén. Ó, szerintem ott a vonatnál megint csinálok egy kis tábort. Hát ez a kirándulás elég hosszúra nyúlik. De hát át kell kicsit melegednem, mert csontig átfagytam. Ahogy azt így látjátok. Sőt, még pihennem se ártana. Nincs ott a barlangban egy kis menedék. Jó, de legalább farkasoktól nem kell félnem, mert el fogom tudni őket intézni. Ezzel ittene. Na, talán ott a barlangban picit meghúzom magam. Ezt a... úristen, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon lassan megyek. Jó, ez így jó lesz. Nem is baj, hogy kicsit letáborozom itt, mert legalább... na, warmer. Na jó, itt meleg, jó van. Csinálok egy újabb tüzecskét. De itt nem engedi.
De miért nem? Jó. Másfél óra. Something's gotta go. Ajjaj. Ugatást hallottam távolban. Are you serious? Jaj, nehogy már. Na még egyszer. Pedig már egyre ügyesebb vagyok. Egyre jobb a tűzrakó skillem. Na. Jó, meg vagyok. Jól, akkor most... Hát, picit itt alukálok a tűz mellett. Hát mennyit? Egy órát. És akkor kicsit átmelegszem, talán. Bár ez nem a legkényelmesebb, de hát szükségtörvény vont. Na, délután egy óra van. Ó, és megjött a hóvihar. Minő öröm, boldogság. Na jó, együnk valamit gyorsan, meg ígyunk is valamit. Food and drink. Jó, hát inkább bennem legyen, mint másban. Vagy inkább már én egyem meg. Szóda! Egy jó szóda. Jó, granolabár. Na, ezt a cukrot még megeszem, mielőtt még rám rohad. Nem lettem kevésbé kipihent, de ezt akkor felvesszük. Jó, még mindig van nálam 2,5 kilónyi többlet súly, de legalább akkor tudok haladni. Hát most nem vizsgálom át jobban a vonatot. És itt vagyok már megint a hóviharban. Tiszta déjà vu. De vajon most átjutok? Farkasokon? Hát biztos, hát ezzel a puskával most már muszáj. Megyek előre. A hó nem állhatja utamat. Itt most megtalálom a tovat és ott a kis házakat. Isten, ezt a vihart. Nagyon, nagyon jól megcsináltak, és tényleg ilyen nagyon egyszerű grafikával milyen jó dolgokat lehet alkotni. Igen, hát ez itt látszik, hogy a készítők hozzáértő emberek, tehát AAA-s játékfejlesztők, akik otthagyták ugye a AAA-s céget, és helyette inkább egy kis indie stúdióhoz szegődtek. Jó ez, jó ez. Amikor a szakértelemmel párosul az alkotni vágyás. Alkotási vágy inkább. És már milyen szavakat találok így ki, jobb. Folyamatosan nézem, hogy nem jönne valaki, vagy valaki utánam. De jó, egyelőre még jól vagyok. Mínusz 32 fok? Úristen! Hát az mi? Az a kiöntöm a vizet és megfagy a levegőben kategória már. Kéne ilyen szibériai sandbox ide. Jó, mondjuk az nem lenne túl izgalmas, tehát így mész és akkor így puszta, havas puszta. Néha elmegy egy vonat. Trans-Szibériai Express. Hát meg egy-két olajkút. Hát nem is tudom, Szibériában vannak olajkútak? Nagyon, nagyon nem látni semmit. És ez már az a hóvihar, hogyha nincs rajta sál, meg símaszk, meg szemüveg, akkor így kifújja a szemedet. Meg így az arcod is szétfagy. Jó, haladunk, haladunk. A sínt azt így teljesen elborítja a hó. Na, az lenne még durva, hogyha így az időjárástól függően így a hóviszonyok változnának. Meg mondjuk így mélyebbre, tehát így magasabb hóban ugye lassabban tudunk haladni. De hát ezt azért már nem várhatom el. Bár nem lenne utolsó faktor. Tényleg attól tetszik ez a játék nagyon, hogy nem válik kesztyűskézzel az emberrel. Beledobja ide a nagy túlélőbe, és akkor így ér túl, gyerek. És közben mechanikán mechanika
és azon is egyéb mechanikák egyszerűen dobzódnak. És akkor nem csak így megyek előre és lőjé paraszt, hanem oda kell nagyon sok mindenre figyelni, meg nagyon sok faktor van a játékban, nagyon sok változó. Hát tényleg, éhesek vagyunk, szomjasak vagyunk, fáradtak vagyunk, fázunk, és mindegyik mellé még párosul valami dolog, amit ezek befolyásolnak azon túl, hogy ha ezeket nem elégítjük ki, akkor rövid úton meghalunk. Na, közben itt lassan odaérek a vonathoz. Hát ilyen időben még a farkasok se jöttek elő, esküszöm. Hát meg tudom őket érteni. Csak én vagyok ilyen hülye. Csak itt bevackolom magam, mert szétfagyok. Viharban. Gyorsan. Too heavy. Too heavy. Ide is befúj. Jesszus. Mennyi az idő? Júj. Nagyon elfáradtam. Minusz 30 fok, jó, azért már valamennyire javul. Vagy már annyira átfagytam, hogy nem érzem a különbséget, vagy már így... Szokták mondani, hogy legszebb halál a fagyhalál. Hogy a szépeket álmodik az ember. Hát, hogyha múlna a szél... De nem. A szél nem lankad. Nem csendesedik el. Ó, hát ha egyszer visszaérek a házba, itt nagy alvás lesz. Csak találnék már egy házat kandallóval. Csak nincs itt a vonat se. Isten, elvesztem volna? Hát csak a sineket követem. Hát ilyen időben nem szabad még kimozdulni se. Atya. Elmúlhatna már a vihar. De tényleg. Csak azt kéne, hogy kidöntse a fákat is. Ez itt egy ház, vagy barlang? Ház, vagy bizének tűnik sziklának. Ajaj! Farkas üvöltés. Itt haltam meg a múltkor. Koncentrálj, Csonti, koncentrálj. Itt a farkas ordító hidegben. Remélhetőleg egy nem szúrt ki egy se. Mert itt most résen kell lennem, mert itt kettő is volt. Ráadásul. Daryl ment. Ajjajjaj. Hát az biztos, hogy itt nem fogom messziről kiszúrni a farkasokat. Hát nem tudom, hogy itt a szél sűvítésétől hallani-e, de vonyítanak. Kis szemetek. Te győzik-e? Á, Istenem. Zimankó. Mi ez? Jó, lőszer. Hasznos lehet. Mi van ebben? Első segély. Jó, azt a ládát megnézzük. Gyorsan. Üres. Üres a konténer. Ne! Na, itt meg egy hulla. Ő volt a masinista. Az úttörő tábor itt ért véget. Tinder plug. Sehol állat. Jó. Eltűntek a farkasok a játékból. Jó, most már 3 órája tart ez a rohadt hóvihar. És már vége lehetne igazán.
mint hogyha picivel javulnának a látási viszonyok. Ugyanakkor a farkasokat még mindig hallom. Nem vagyok nyugodt. Ráadásul kezdek éhes is lenni. Be kéne húzódnom valahova. Na, itt volt a vonatka. Ez volt a vonatkaramból. De egyelőre túléltem. Viszont ha visszaérek, akkor nagy alvás és átmelegedés. Különben végem van. Isten, fagyás. Teljes kifagyás lesz. Atya, úristen. Na, ilyenkor jönne jól, hogyha már benne lenne a skill, hogy ásóval ások magamnak egy ilyen kis hó buckát, vagy valamit, ami mögé így elbújhatok, hogy átvészeljem ezeket a viharokat. Hát ilyen kis iglut építek. Folyamatosan nézelődök. Nem jó ez, hogy itt fáradtam el. Na, az ott mi? Ja, csak kosz. Hát, szomjas az most nem vagyok ebben az időben. Jaj, Istenem. Tisztuljon már ki. Semmit nem látni. Mia? Mi történt? Kificamodott a bokám. Ajjaj. Még ez is? Na, most már bicebóca lettem? Jesszusom. Várjunk, csak van nálam. Painkiller. Easy. Ja nem, ez az azért. First aid. Antibiotic bandage. Hát ez nem segít. Kificamítottam a bokámat, hogy így a sinem mentem. Az kemény. A hideg, a kialvatlanság megteszik az együttes hatásukat. Az évszázad hóvihara van, vagy mi? Ja, nekem is fáj. Kell fájdalom csillapító. Hát követem a sineket, jobbat nem tehetek. Amíg nem találok valami házat. Kéne gyógyszer, ja. Simbe kéne tenni a lábamon. Jézusom. Ó, hát ezután nagyon rendbe kell szednem magam. És még mindig csak megyünk. Esély nincs arra, hogy valami civilizációt találjunk. Leszámítva a sineket. Nincs itt valami barlang. Akármi. Délután fél négy. És a vihar még mindig nem csendesedett el. Jó, muszáj ennem valamit. Food and drink. Csivár. Hát nem kegyes hozzánk a természet. Hát ki se kellett volna mozdulni. Na, farakások, ez ismerős. Erre ment a vonat, biztos a fát szállította volna el, ha nem siklott volna ki. Hát lehet nem kellett volna elindulnom ilyen időjárása. Jaj, train loading area. Na. Itt tankolták fel a vonatokat. Fával. Nem csak erre talán lesz valami. Nincs itt valami ház a kalauznak, vagy ott egy szarvas. A szarvas, őt nem hagyja meg ez a hóvihar. Jó, elvesztettem. Ajjaj. Erre vajon mi lehet? Kicsi
most látnék a távolba, hogy tudjak tájékozódni, de nem, mert ez a vihar lesz a vesztem. Vajon kikerülök ebből a viharból élve? Jó kérdés. Na, itt... ott a szarvas. Ez pedig itten... Na, megtaláltam, itt a tó. A tó szélén meg eddig mindig voltak házak. Valahol. De nem, ez csak egy ilyen kis tó. Ajjajjajjajjaj. Fagyott holttest, hú. Ráadásul ez fejjel fölfele. Jó, ezt eltesszük. Granola bár jöhet. Valahova be kell húzódnom. Most már ez nem tréfa dolog. De nincs itt semmi a hely, ahova behúzódhatnék. Na igen, és akkor így tájékozódjon az ember. Jó, hát most egyet csak azt tudom, hogy a sineken keresztül jöttem. Northern Access. Ez az, az északi pontja így a pályának. Szó szerint biceg a karakter. Muszáj vagyok most cselekedni, mert itt fogok megfagyni. Lehet, hogy nem kellett volna ott, de ott, igen, tehát ezt nem tudhattam, hogy hóvihar lesz. Na jó, próbáljunk meg tüzet rakni. Túlságosan szeles, hogy itt tüzet rakjunk. Nem lehet tüzet se rakni? Jézusom, nekem annyi. Itt fogok halálra fagyni. Az Isten verte hóviharban. Legalább fog valami szélvédett helyet találnék, de nem. És még le is vagyok lassulva teljesen. És mindjárt éjjel is fogok dögleni. Hány óra van? Na, mint hogyha csendesedne a szél. De most nincs olyan hideg. De nem akar csendesedni. Arra voltak a sínek, az addig meg megvan. És így az arcomra fagy a saját lehelletem már. Ajjaj, ebből nagy alvás lesz. Viszont az a mázim, hogy a farkasok kikerültek ebben az időben. Vagy én kerültem ki őket csodával határos módon. Az ott egy... Nem, az nem ház. Fenébe már, itt sehol nincsen építmény. Hova behúzódhatnék a vihar elől? Valaki szánjon már meg. Hopp. Ajjaj. Csak farkas ne jöjjön erre. Ebben az ítéletidőben nem látom meg az biztos, az biztos. És megtaláltuk a sineket újra. Hát ugye elkanyarodtak. Hát ha... Az ott mi? Talán egy kis fedezék. Talán találtam valami helyet, ahol megúszhatnám magam a viharban. És egy ilyen kis tető ment meg. Ez a játék nagyon kemény. Carter Hydro Dam. Vízerőmű. Az igen! Végre megtaláltam! Fedezék! Íj, köszönöm uram!
Itt meg nem tudok. Úristen. Túlságosan szeles. Na jó, akkor itt táplálkozom. Mindent betolok. Mese nincs. Most már a létatét. Addig talán elvonul a vihar. Hát lehet, hogy most ez az utolsó vacsorám, úgyhogy meg kell adni a módját. Eszem egy kis barack konzervet. Hú, az évszázad vihara. És elfogyott a kajám. Ennyi volt. Jó, hát akkor én nem fogom folytatni. Kiderül, hogy vajon eljutok-e valaha is még egy építményhez, illetve hogy véget ér-e valaha is ez a vihar. Úgyhogy tartsatok velem a következő videóban. Addig is minden jót, sziasztok!